Az Egyesült Államok állítólag a csőd szélén táncol, Európa leválasztja magát a keleti energiáról, az Unió korrupciós ügyektől hangos, miközben jóléti rendszereit nehezen bírja már fenntartani, a nyugaton kívüli világ viszont új gazdasági kapcsolatokat épít. Annyi a titka, hogy ezt nem köti ideológiai cölöpökhöz. Közgazdászok itt a Karcefemben évek óta hangoztatják, hogy a neoliberális gazdaság politikának vége. De mi van utána? közös eladósodásra épített globalista berendezkedés, mert ilyen ötletet is hallottunk már. Kecskés András közgazdász a vendégünk. Jó reggelt, jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Immédiász rész. Csődbe megy az Egyesült Államok? Hát abban az értelemben nem fog csődbe menni, ahogy egy csődöt mondjuk egy vállalat esetében értelmezünk, hogy ugye fizetés képtelen helyzet állna elő. Abban az értelemben sem fog csődbe menni az Egyesült Államok, ahogy mondjuk egy állam a klasszikus értelmében csődbe mehet, itt most a kis országokra gondolok, vagy olyan országokra, amik tényleg képtelenek megoldani a finanszírozási problémáikat, és ugye gyakorlatilag például a nemzetközi valuta alapformájában ugye traumatológiai megoldásokra szorulnak, ellenben egy megoldhatatlanul nehéz pénzügyi helyzetet fog magának előidézni azzal, hogy az amúgy is eladósodott ország ö, fölemeli az plafont. Lényegében értelmezhetetlen magasságba. Ez azzal fog járni, hogy az Egyesült Államoknál lényegében az állam eladósodottságának már nem lesznek határai. Így módon viszont ugye folytatódik az a, az a monetáris stimulus és politika, ami azon fog alapulni, hogy egyre több dollár kerül majd a gazdaságba. Ez értelmezhetetlenül gyengévé tudja tenni majd a a devizát kiszámíthatatlanná teszi a gazdaságpolitikai közeget. Tehát, ahogy Magyarországon is szenvedünk, küzdünk az inflációval, és ugye azt tapasztalhatjuk, hogy a nyugati országokban most az inflációt úgy kezelik, meg a propaganda úgy kezeli, hogy a megoldás útján halad, ezzel a lépéssel biztos, hogy hullámzóvá teszik majd a magas inflációt, újabb inflációs hullámok fognak a gazdaságba kerülni a dollár leértékelődésével kapcsolatban ugye a dollár alapú eladósodottságnak a, az értékét is csökkenti az USA. Szóval, hogyha mindent összevetünk, akkor a pénzügyi helyzetét megoldhatatlanul nehézé teszi, de abban az értelemben nem fog csődbe menni, hogy nyilván a dollárban nominált adósságait fogja tudni rendezni. Mindig nyomnak annyi pénzt, hogy meg legyen oldva a Lény Lényegében igen, csak míg ez a korábbiakban, ha nehéz, de észszerű keretek között tudott maradni, ez most majd a soron következő lépésekkel szerintem egy, egy, egy kontrollálhatatlan állapotba fog jutni. Legalábbis ettől félnek a mértékadó elemzők hangjai. És nyilvánvalóan, hogyha ez a neoliberális gazdaságpolitika végéhez korrelál, akkor én ennél erősebb állítással lélek. Szerintem nem a neoliberális gazdaságpolitika fog véget érni, hanem. Amennyiben ez megtörténik Amerikával és a dollárral, akkor a világrend előtt álló kihívás az, ami fókuszba kerül. Egyébként ugye ez idő szerint az USA-nak megvannak a geopolitikai kihívói ebben a játszmában. Tehát itt többről van szó, mint a gazdaságpolitikai modell megváltozásáról itt egyenesen a világrendet hívja ki majd az az új gazdasági és katonapolitikai trend, ami az Egyesült Államok hatalmával, erejével szemben most már nem is azt mondom, hogy formálódóban van, hanem kiformálódott, kialakult. De akkor tulajdonképpen értelmezhetjük úgy azt, ami az Egyesült Államok gazdasági kormányzata előtt fekszik döntésként, hogy előre próbálnak menekülni? Hát ez lényegében inkább tűzoltás. Tehát ezt ők is érzik szerintem, hogy erre a megoldásra, a, bocsánat, erre a helyzetre, ami kialakult, nincs pénzügyi megoldás. Ez egyébként a legnagyobb baj, és hogyha a legutóbbi interjúnkra utalok vissza, ezt jeleztem én, hogy egy olyan hosszú távú adósságciklus végén vagyunk, és ilyen már több volt a világtörténelemben, körülbelül 100 évente. Ilyen 75-80-100 évente jelentkeznek ezek a problémák, ilyen kötegelten és átfogóan. És az a baj, most ebben nem megyünk bele újra, de az a baj, hogy ezeknek a hosszú távú adósságciklusoknak a végén a világ azon kapja magát, hogy a problémákra már nincs Pénzügyi megoldás. Ha nincs pénzügyi megoldás, akkor világrendváltozás következik, vagy a világrendben fennálló új hatalompolitikai változások következnek, és az a probléma, hogy ez ugye, mint látjuk, nagyon sokszor jár együtt háborúkkal, vagy más társadalmi válságtünetekkel. Kétfajta háborút szokott ilyenkor megkülönböztetni az elemző. Ugye az államokon belüli belső konfliktusokat, ez tulajdonképpen, ha mondjuk az Egyesült Államokra tekintünk, mert innen kezdte a főszerkesztő úr a beszélgetést, akkor ez polgárháborús állapotot jelent a két politikai oldal között. Érzékeljük ennek a jellegét az Egyesült Államokban. Ha pedig külső konfliktusok tekintetében nézzük, akkor látjuk Ukrajnát, látjuk Tajvant, akkor ezeknek a régi-régi rendezetlen számláknak az elővételét jelenti. Mire kell a plusz pénz most az Egyesült Államokban? Az Egyesült Államokban két nagy problémát látok. Egyrészt az, hogy a politika társadalmi költségei azok lényegében megugrottak, és lényegében fedezetlenek. Ugye az Egyesült Államok egyébként is nem abban az értelemben volt szociális állam, mint ugye a nyugat-európai jóléti államok a 80-as években, meg a 70-es években. De a jelenlegi helyzet az a COVID óta, és tulajdonképpen lehet mondani, hogy a 2020-at követő, gazdaságpolitikai helyzetben nagyon nagymértékben operált a különféle ágazati és alanyi jogon járó segélyekkel, amit ugye úgy is hívtunk, hogy helikopterpénz, tehát, hogy lényegében azokat a nehézségeket, amiket a 2020-as évek elejé válság okozott, lényegében a gazdaságba pumpált új pénzügyi eszközökkel rendezte. A másik pedig ugye az ö, a probléma halmaz, hogy az Egyesült Államok a külső és belső eladósodottságát milyen forrásokból finanszírozza. Tulajdonképpen erre a kettőre kell hatalmas pénz, de az USA-nak emellett vannak klasszikus pénzköltési alrendszerei, mint amilyen ugye a hadi iparnak és a, és a nagyhatalmi státusznak a fenntartása, illetve az azt kiszolgáló titkos szolgálati háttérnek a, a finanszírozása, irányítása. Ezek már csak azért sem kis pénzek, mert ugye lényegében aki világpolitikát csinál, az kisebb országok helyzetével, sorsával lényegében sakkozik, és ez rengeteg pénzbe kerül. Ez az Egyesült Államoknak, ez a sakjátszma lényegében a 2000-es évek megindulását követően már horrorisztikus összegekbe került, hiszen ha csak az afganisztáni háborúra utalok vissza, az olyan költséget jelentett, ami önmagában fordította meg azt a szemléletet, ami az USA, Hát a 2000-es évek elején a pénzügyi racionalitás viszonylatában hogyan helyezte el magát az Egyesült Államok. És erről egyetlen gondolatot érdemes megjegyezni: hogy egyre inkább látszik, hogy ezek a nagyhatalmak a pénzügyi kérdéseket pont azért, mert a pénzügyi stabilitásnak az eddig ismert változata, formája szerte van, félre is teszik, és egyre inkább koncentrálnak a hatalmi kérdésekre, aminek sajnos én egyre inkább úgy látom, hogy a katonapolitikai helyzetértékelés képezi most a pillérét, és nem pedig a pénzügyi. De hát sajnos ilyen világkonfliktusok előtt, mint amik előtt vélelmezhetően akár állhatunk is, most azért fogalmazok ennyire óvatosan, mert a humánum és a remény az utolsó pillanatig élni kell az emberben, de ha valóban ilyen konfliktusok előtt állunk, akkor a nagyhatalmak úgy gondolkodnak, hogy a pénzügyi rendszer alapjait majd a konfliktus eldöltével, vagy annak rendezésével fogják újra kialakítani. Ugye ez körülbelül úgy, mint a II. világháború után is történt a Bretton woods alapokon nyugvó pénzügyi rendszerrel. A, az Egyesült Államokkal szemben álló, hogy is fogalmazott ezekre a nagyhatalmi pozíciókra bejelentkező vagy bejelentkezett új szereplők, ezek tudják, hogy sakban tudják tartani az Egyesült Államokat? Vagy sakban tudják tartani az Egyesült Államokat pénzügyi, szinten pénzügyi téren? olyan országot, ami a világ vezető katonapolitikai hatalmai között szerepel, jelenleg az elsőnek mondják, de hát ez ilyen helyzetekben annyira bizonytalan, ez mindig a végén derül ki, hogy ki volt az első, amikor a versenyt lefújják, illetve nukleáris nagyhatalom, pénzügyi eszközökkel önmagában nem lehet féken tartani, sem sakban tartani, de ez ugyanúgy igaz a többi nagyhatalomra. Köszönöm, hogy ezt közbevetette, én is megtettem volna, hogyha ezt tudjuk az Egyesült Államokról, akkor az Egyesült Államok ezt miért nem tudja Oroszországról? Igazából az Egyesült Államok ezt tudja Oroszországról, mert mérsékeltek azok a beavatkozási pontok, amik az oroszokkal szemben amerikai oldalról megkeletkeznek. Persze ezt nekünk magyaroknak nehéz elképzelni, hiszen itt van egy ukrán konfliktus a szomszédunkban, és látjuk, hogy abban nagy amerikai érdekeltség és nagy tőke került bele, de bármilyen meglepő, ez a konfliktus területi, pénzügyi és katonai hatáját tekintve még mindig korlátozott. Én egyébként azt gondolom, hogy az USA-nak ez olyan szempontból is elemi érdeke, hogy a mert fő a kihívó. Konfliktus. Igen, a korlátozott konfliktus, mert a fő kihívó, én továbbra is azt vallom, azt gondolom, amit eddig számos alkalommal elmondtam ebben a műsorban is, hogy Kína. És ö, ö, Oroszországnak ez a, az inga, vagy mérlegnyelv, vagy kicsit kiegyensúlyozó és puffer zóna szerepe a két nagyobb hatalom között, ez egyre inkább jól kikristályosodik. Tehát Oroszország egyébként például félre kellett, hogy tegye Kínával kapcsolatban a konfliktusait. Pedig azért van jó néhány. Ha csak a szibériai területeknek egyébként a kínai tőke általi Szinte birtokba vételéről beszélünk. De hát más dolgokban is, hiszen Oroszországnak szüksége van Kínára ezek, ezekben az egyensúlyi állapotoknak a fenntartásában. De az Egyesült Államoknak sem lenne érdeke, hogy Oroszország és Kína teljes egységben minden erejét rázódítsa az Egyesült Államok által uralt katonai tömbre. Tehát, ha ebből indulunk ki, akkor az USA nagyon is tudja ezt, viszont abban meg a főszerkesztő úrnak van igaza, hogy ennyire kiélezett és ennyire nagy pusztítási potenciállal rendelkező, konfliktusokban az országok ö, háromszor, négyszer is meg kell, hogy gondolják, hogy mit cselekszenek, mert ha a jelenlegi technológiai viszonyok között eszkalálódik a konfliktus, annak ugye beláthatatlanok lehetnek a következményei, olyanok, amiket eddig a világtörténelemből nem ismertünk, nem tudunk analógiákat teremteni. Akkor, a, hogy is fogalmazott a politika, társadalmi költségei, azok másod sorba sorolódnak most? Hát ö, amennyiben a belpolitikai szféráról át tudnak a külpolitikai szférára húzódni, akkor úgy gondolom, hogy egyre mellékesebbé válhatnak időlegesen. Nyilván ezt a társadalom örökre nem bírja ki. Tehát ez egy időben korlátozott, állapot, amíg a szociálpolitikai költségek minimalizálódhatnak. De azt láttuk viszont a nagy háborúkban, hogy amennyiben kellő mértékű a külpolitikai fenyegetettség, akkor időlegesen a lakosság és tulajdonképpen a lakosságot kiszolgáló, vagy a, a lakossággal üzletet csináló nagyvállalatok is, kénytelenek idomulni ehhez. És a politikai Igen, csak akarat ilyenkor nincsen, nincsen vásolód... kellő mértékű politikai fenyegetettség, hogyha az Egyesült Államok mm. társadalmát nézem. Én, én, én erről máshogy vélekedek. Szerintem, hogyha az Egyesült Államok közhangulatát felmérjük, ilyen kihívás előtt még nem volt az USA, hogy az ő életükben, a mai polgárok életében megkérdőjeleződött volna vezetőszerepük, megkérdőjeleződött volna. A gazdasági vagy a katonapolitikai primátusuk, és egyébként számos amerikai podcastot hallgatok olyan elemzőkkel, akik a saját életükre utalnak vissza. Tehát ezek az 1970-es, meg 80-as években felnőtt, hát most már meglett emberek, de akkor gyerekek voltak, és visszautalnak arra, hogy a gyerekkorukban elképzelhetetlennek tartották volna, hogy akár külföldön az Egyesült Államokkal szemben egy. Egységesen negatív érzület alakult volna ki. Másik oldalról, hogy Amerikán belül fölüsse a fejét nagy erőkkel és nagy számossággal az Amerika ellenes érzület. Egyébként én, aki gyerekkoromban pár évet még az Egyesült Államok alsó tagozatban, szintén az Egyesült Államokban éltem és nevelkedtem, én is úgy tapasztaltam az 1980-as években, hogy az Amerika ellenes érzület a belső viszonyok között, az internális viszonyok között, Elképzelhetetlen lett volna. Az a nemzeti minimum, ami a pro-amerikai attitűdöt diktálta, az vitathatatlan, hát tulajdonképpen nívó volt a nemcsak a politikai, hanem a társadalmi ér 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 értekezés és a társadalmi érintkezés viszonylatában. Most láthatjuk, hogy ez messze menőkig nem így van. Tehát az amerikai belpolitikában tulajdonképpen baloldalról felütötte a fejét az Amerika gyűlölet, az Amerika ellenes eszme. Baloldalról? Baloldalról. Én úgy gondolom, hogy ez tömegbázist is szerzett magának, és ha ebből indulunk ki, valamint a külpolitikai fenyegetettségből, akkor én ellenvetek ezt, akik például Magyarországon így gondolják, hogy Amerika nem érzi ezt a fenyegetettséget, azok nagyon-nagyon-nagyon rosszul értékelik a helyzetet, nagyon is érzi. A Miért éppen a baloldal Hívta életre ezt az új helyzetet? Talán ennek vannak tradicionális okai is a politikában, hogyha a baloldaliság gyökereit régre visszanyúlóan keressük, ugye a klasszikus baloldali eszme eleve máshol kereste a kohéziót, mint a nemzeti érzületben. Amikor Európában a, a marxizmus és a a kommunizmus tényleges fenyegetettségi terebélyesedett, jó részt ugye az első világháború második felére utalok vissza, akkor a marxistákat eleve meglepetésként érte az, hogy a munkásosztály és a különböző országoknak a polgárai, akik ők azt várták volna el, hogy a Világproletár internacionalista eszme zászlaja alatt egyesüljenek. Németek maradtak, franciák maradtak, angolok maradtak, és a saját nemzetük zászlaja alatt vonultak hadba. És hát ezt az örökséget a baloldal tulajdonképpen különböző metamorfózisokon átesve azóta is képviseli. Persze nyilván ezzel nem azt szeretném mondani, hogy nincsenek, vagy nem voltak soha a baloldalon egyébként a nemzeti érzülettel együtt menetelő baloldaliak is. Sőt, például, hogyha megnézzük ugye a klasszikus keleti blokkot, amihez ugye Magyarország a második világháború után tartozott, akkor lényegében a nemzeti és a kommunista érzület az nagyon sok államban sokkal inkább összefonódott, mint Magyarországon. Ugye, ha csak például a Ceausescu-féle Romániát vesszük alapul, és pont a román példán szemléltetve nem is biztos, hogy ugye ez túl jókat hozott az adott társadalom számára, sőt, hát biztos, hogy nem. Szóval, ha ebből indulunk ki, a baloldalnak Ö, alapvetően volt egy olyan ideológiai magja, ami máshova tette a kohéziót, vagy máshova akarta tenni, és ezzel párhuzamosan ö, lényegében a második világháború utáni Európában és hát most már az Egyesült Államokban is, ez egyfajta politikai stratégia arról, hogyha a saját kohéziós szempontjaikat szeretnék erősíteni, akkor gyengíteniük kell azt a kohéziót, ami a nemzeti összetartozás tudatban fennáll. Kössünk ki az amerikai témák után most a keleti parton, jöjjünk Európába, és megint csak vegyünk fel egy gazdasági szállat kiinduló pontként. Azt kérem, a napoknak a híre hogy Németország gazdasága technikai értelemben talán recesszióba került, de hogy defláció van, az most már egyre több elemzőtől lehet hallani. Nem is a német gazdaságra vonatkozó, hanem úgy általában ennek európai hatását tekintve. Hova gyűrűzhet ez a, ez a helyzet, ami Németországban előállt? Ez jó részt azon múlik, hogy elmélyül-e és időben kiterjed-e ez az állapot. Ami történik, azt egyértelműen ki kell mondanunk, hogy nem jó. Ugye, hogyha, hogyha abból indulunk ki, hogy az európai országoknak az érdemi növekedésről, és ez részint ugye azzal az összefüggésben, hogy megküzdenek az inflációval, az érdemi növekedésről le kell mondaniuk, ez, ez semmiképpen nem a, a, a jövő bőségét, vagy a jövő gazdasági prosperitását vetíti elő. De a recesszió kapcsán nagyon nem mindegy, hogy milyen mérvű, és hogy meddig tart. Ezt most nem látjuk előre. Mert ahogy az első műsor részben mondtuk, ezek most ki vannak téve a geopolitikai játszmáknak. Hogyha Európa fellélegezhetne, gondolok itt például arra, hogy a világpolitikai konfliktus súlypontja máshova esne, például Tajvanra, akkor lehet, hogy ez Európa viszonylatában egy időlegességet jelentene, és ezek a recessziós félelmek szépen oldódnának, a gazdaság fellélegezhetne, de jelzem, abban a konfliktus mélységben, ahol már tartunk, ez is éves, több éves viszonylat. Ugyanakkor, ha nem csillapodnak azok a válság tünetek, vagy tovább fokozódnak, és mélyülnek, ezek a, ezek a recessziós várakozások, és magukat beteljesítik a jóslatok, akkor könnyen lehet, hogy évtizedes szinten elhúzódó válságról fogunk beszélni és akkor olyan drámai átalakulásra kell számítani a, a, politikai térfélen is, ami minden válságban jelen van, hogy általában polarizálódik még tovább a politika. Ugye azt szokták mondani, hogy a prosperitás és a társadalmi igazságosság, de mind a kettő fontos ehhez, az középre húzza a politikai erőket és a kompromisszumot keresi. Tehát mikor alapvetően mindenki elégedett és részletkérdésekben van vita, akkor kompromisszumkereső a politika, és ennek uszáján mérsékelté válik a mainstream. Amikor viszont ugye az elégedettek és az elégedetlenek között kibékíthetetlen ellentét támad, akkor szélsőségesé polarizáltá válik a politika. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha Európában nem sikerül eltávolodnunk a világpolitikai válságnak ettől a forró magjától, akkor, akkor ránk is ez vár és ebben nem feltétlenül csak a politikai ügyesség, hanem most már a szerencse is döntő lehet, hiszen alapvetően, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a nagyhatalmak számára a különböző konfliktusaiknak a kibővítésére és ezzel az európai szintértől való eltávolodásra, ez innentől szinte már-már már eshetőleges. Azon gondolkodom, hogy a politikai ügyességet várja vagy reméli? Az elmúlt egy évet látva ez nem naivitás? Európai politikai ügyességet? Vagy abban ha, attól, attól függ, hogy Európát hogy értelmezzük, Ha a főszerkesztő úr az EU-t tekinti Európának, akkor igen, de azt látjuk, hogy azért a tagállami szinten és a, és a nemzetek szintjén néha nagyon is tudatosan zajlanak a döntések, a folyamatok, és látjuk azt, hogy ebben a tekintetben a különutasság, bár nyilván ugye a magyar ellenzéki média mindig megpróbálja úgy feltüntetni, hogy ez csak Magyarországon van jelen, mármint a különutas gondolat és a nemzeti érdek markáns képviselete. De hát láthatjuk, hogy ez bizonyos kérdések tekintetében, vagy akár átfogóan más út is jelen van. És a tagállamok sokszor nagyon is ismerik, nagyon is tudják a saját érdekeiket. Ennél fogva én úgy gondolom, hogy nem naivitás, de hogyha ezt kifeszítjük arra a nagy európai térképre, amit az a fajta teljesen irreális Európai Egyesült Államiság gondolata próbál megerőszakolni, akkor természetesen a semmiről beszélünk, és akkor igaz az állítás. A önbeteljesítő jóslatokról beszélt, amihez most már nem csak politikai ügyesség, hanem szerencse is kell, hogy elkerüljük. De mi maga a jóslat, ami önbeteljesíthetővé válhat? Hát alapvetően a gazdaságban, hogyha félünk a recessziótól, akkor megfogjuk a pénzügyi eszközöket. Akkor mindenki defenzívába helyezkedik. Ugye, hogyha, hogyha fogjuk a pénzt, ha a kockázatkerülőek vagyunk, és ennél fogva a forrásokat visszatartjuk a gazdaságtól, akkor a gazdaság forrás szükségbe kerül, és tulajdonképpen a félelmek beteljesítik a recessziós várakozásokat, ha pedig ez folytatódik, tehát a félelmeket visszaigazolva látjuk, és ezért még szűkebb gazdaságpolitikát alkalmazunk, akkor ez egy spirálként hat Ugye a teljes gazdasági rendszerben beszivárog minden egyes rendszerbe. A legutóbbi válságból indulunk ki, ami a 2007-8-10-es bankválság volt, ott is ugyanezt történt, hogy először a pénzügyi szféra fogta meg a kockázatait és a kiadásait. De hogyha a finanszírozás megszűnik, és ez a vállalatokat is eléri, akkor munkahelyeket is elér. Ha munkahelyeket elér, és már a gazdaságban a lakosságnál sincs kellő forrás, akkor nem tudnak fogyasztani, és akkor ez egy általános gazdasági recesszióba csapát, a recesszió újabb elbocsátásokban, ugye látjuk a spirált, az újabb elbocsátások újabb kereslethiányban, itt már akkor cégek zárnak be, ágazatok kerülnek problémába, és láthattuk azt, és ugye visszaértünk, tehát itt a kígyó a farkába harap, hogy az állami stimulushoz folyamodnak, és akkor a kis adósság ciklus tulajdonképpen rendeződik. Ugye ilyenkor két dolog is történik. Egyrészt az, hogy az állam segítés nagy pénzmennyiség kerül a szektorokhoz, de másik részről egy előnyös Tulajdonság is van, hogy viszont a tőke áttételt, ami ugye a saját tőkéjük és adósságaiknak az arányát jelenti, Csökkentik a gazdasági szereplők, tehát megszabadulnak az adósságuk jelentős részétől. De látjuk, hogy ez egy mesterséges felszabadítás, hiszen jó részt újonnan a gazdaságba pumpált forrásokból történik. Tehát látjuk, hogy a félelem nem tesz jót a gazdaságnak, és én így értem ezt az önbeteljesítő jóslatot. Az egy másik kérdés, hogy míg akkor megvolt a válságnak ez a tiszta pénzügyi és gazdasági természete, addig most sokkal inkább érezzük a bőrünkön, hogy ennek valami civilizációs, nem csak geopolitikai, tulajdonképpen civilizációs vetülete van. Tehát egyébként nagyon érdekes az, hogy pont a hosszú távú adósságciklus végén és a katonai, katonapolitikai konfliktusok kezdetén jutottunk el éppen oda, hogy Ebben az évben az OpenAI chat GPT robotja lényegében lesokkolta a munkaerőpiacot azzal, hogy egy olyan chatbotot dobtak a piacra, és ugye ingyenesen, ami előrevetíti azt a világot, amikor a humán munkaerőforrás elértéktelenedhet abban a tekintetben, hogy a mesterséges intelligencia óriás hatékonysággal tud átvenni bizonyos munkafolyamatokat. Na, hogyha ezeket mind összevetjük, láthatjuk, hogy itt a félelmeknek már csak egy szelete a gazdasági félelem. Ugye többször idéztük ebben a műsorban Harárit, de egyébként ő már ennek egy nagyon modern és nagyon fiatal képviselője. Van egy, van egy ír nagy-Britanniában élő öreg úr Charles Handy, aki menedzsment filozófusként ismert, ő már az 1980-as években elkezdte ezt pedzegetni. Tehát utána nagyon sok mértékadó kutató kutatóműhelynek a zálláspontja esett egybe az övével, ezek megdöbbentő adatot mondanak, azt mondják, hogy 2030-ra a ma ismert munkahelyek fele el fog tűnni. Én egyetemi tanárként azt tapasztalom, hogy a számonkérés, például a felsőoktatásban a chatbot óta szemléletváltásra szorul, mert ha hiszi, ha nem főszerkesztő úr, egy tanulmányt vagy egy beadandó dolgozatot, ezek a chatbotok már egész jól meg tudnak De írni. Hiszem. Ebben az esetben látjuk azt, hogy ha a tanulmányt megírják, vagy a beadandó házi dolgozatot megírják, és nekünk például az egyetemi szektorban már szemléletváltás szükséges, hogy a, hogy a számonkérés eszközeit más súlypontokra tudjuk ehelyezni, akkor ez a munkahelyeket ugyanúgy érinti. Tehát gondoljunk abba bele, hogy mondjuk eddig a... Tegyük fel, hogy nekem van mondjuk egy ingatlan ügynökségem, és eddig az egyik legjobban fizetett kollegina vagy kollega, aki arról volt nevezetes, hogy idegen nyelven, tehát mondjuk angolul és franciául is el tudja készíteni a megfelelő hirdetéseket az ingatlanokhoz, többlet fizetésért dolgozott. Lényegében, ha ezek a chatbotok fejleszthetőek és önfejlesztőek, akkor pár hónap múlva lehet, hogy utcára rakható ez az eddig elit munkaerő, mert mondjuk a chatbot egy ilyen hirdetést ingyen és bérmentve megír. Elkanyarodunk nagyon az eredeti témától, de akkor egy zárójelet nyissunk, ha már harari említi. Sokszor szokta ön hivatkozni harari valóban a elmúlt években készített interjúink során, de éppen két-három nappal ezelőtt talán 60-70 másik nagy nemzetközi gondolkodóval, tudóssal, ideológussal együtt Harari is aláírt egy kiáltványt, felszólítást, figyelmeztetést, vészjelzést, nem tudom én, hogy minek nevezzem, ami arra kéri a nagy tech cégek vezetőit, hogy állítsák le legalább fél évre a chatbotoknak a fejlesztését, amíg be nem építenek a rendszerbe megfelelő biztonsági garanciákat. Nagyon bonyolult kérdés. A, 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 a tudomány, a tudományos eredményeknek az ipari alkalmazhatósága és a fejlődés mesterséges eszközökkel nagyon nehezen állítható meg, lényegében nem megállítható. Hogy késleltethető-e, hogy korlátozható-e, azt megint csak nem tudjuk. De miért pont fél évre? Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy azért a neoliberális. olyan érzése az emberek, hogy időt akarnak járni. De de az nem idő. A neoliberális politikai őrület tombolása nyugaton 30 éve zajlik. Tehát 30 évünk lett volna, hogy ezeket a kérdéseket. Hárárénak abban a nagyon igazabban, hogy a filozófia, az etika, az előtérbe kellene, hogy kerüljön, hiszen ennyire radikális változásokat kódoló technológiák piacra kerülésével, pontosan az erkölcs lenne az elsődleges szempont, amit kódolunk ebbe az informatikai rendszerbe, hogy az hogyan működhet. Na de miről beszélgetünk nyugaton 30 éve? Lényegi erkölcsi kérdésekről? Mondva csinált problémákról, fölfújt társadalmi jelenségekről. S ezután a 30 év után kér a neoliberális elit újabb fél évet a gondolkodásra. Egyszerűen nevetséges. Ráadásul pont egy olyan helyzetben, amikor egyfajta társadalmi neurózis tombol egyaránt nyugaton és keleten a háború miatt, a koronavírus válság okozta poszttraumatikus sok miatt, mire lenne jó ez a fél év? Én valahogy azt gondolom, hogy ez a technológiai változás, ez kellő erkölcsi és etikai alapok nélkül kérlelhetetlenül ránk zúdult. Egyébként pedig az, hogy kiáltványban kérni fél évet egy alapvetően sikert és profitot remélő szektortól, akiket erre jogszabályom úgy nem kötelez a leállásra, teljes naivitás. És engedélyezzük azt, a, azt a, az előfeltételt, hogy esetleg jogszabály kötelezni őket. A de facto kutatást, a de facto fejlesztést ezek a laborok ezek a műhelyek leállítanák? Szerintem nem. Szóval ez inkább egyfajta látványosság, ez inkább egyfajta kiállás, de hogy ennek valós hatása legyen a világra, én ebben nem hiszek. Akkor itt most zárjuk be ezt a zárójelet, és ugorjunk vissza az eredeti témánkhoz, ha már Európánál hagytuk abba, illetve annál, hogy átalakul, az átalakuló világrendben talán újraosztják a szerepeket, amikor erről beszélünk, akkor ő is egyébként az Egyesült Államokat, Kínát, Oroszországot, adott esetben még Japánt szokta szokták emlegetni. Hol van Európa helye? Tehát, hogyha át is alakul a világrend, újraosztják a pozíciókat, Európa ugyanúgy a harmadik sorban marad, ahogy most van? Vagy most ott van? Hogyha ö, még egy szerzőt, akit mi sokat szoktunk itt hivatkozni, idézünk, John Lukácsot. Ö, ő volt az a történész Zseni, aki lényegében 1941-re datálja Európa harmadik helyét. Azért is írta úgy a nagy monográfiáját a második világháborúról, hogy az utolsó európai háború. Mert 1941-ig a moszkvai csatáig volt még az európai hatalmaknak meghatározó jelentősége, onnantól már az a konfliktus is az USA és a Szovjetunió között zajlott. Ö, rosszul jártunk mi Európa ezzel? Hát pár évig akkor igen, mert ugye végigmentek rajtunk a hadseregek, és lerombolták Európát. De azt láttuk a felállásnál is, talán most is ebben bizhatunk, hogy Európa ebben a harmad vonalban, ha amúgy gazdasági, társadalmi és etikai alapokon erősen szervezi magát, akkor a jólétünk, a a társadalmunknak a, a működőképessége, az még meg is előzheti a nálunknál nagyobb hatalmaknak az érdemeit. Én nagyon elégedett lennék azzal, ha az új világkonfliktus lezárultával Európa egy ilyen hasonló helyzetet tudna fölvenni. Őszintén szólva, sokan túlértékelik a geopolitikai nagyságnak a szerepét, amennyiben a személyes életünk és a társadalmunk működő képessége szempontjából ez fontos. Tehát az, az teljesen egyértelmű, hogy például a putyini politika Oroszországban. Az egyébként a geopolitikai nagyság szempontjából olyan időket idéz meg, és ugye itt közvetlenül például a sztálinizmussal is gondolok, amikor egyáltalán nem volt jó élni, és egyáltalán nem volt jó például orosznak lenni. Ugyanebben az időszakban Svájc, mint sokkal kisebb geopolitikai hatalom, egy nagyon jó élőhely volt. Tehát, ha ebből indulunk ki, Európának nem azt kell megcéloznia, hogy a világpolitikát diktálja, hanem hogy az európai polgároknak egy élhető, egy gazdaságilag prosperatív és egy kellemes lakóhelyet biztosíthasson. Én azt gondolom, hogy erre Európában továbbra is megvan minden lehetőség, mert Európában, ha akár csak a nagyhatalmak viszonylatait vizsgáló híres történészekre, akár Paul Kennedy-re gondolunk, mindig kiemelték, hogy Európában ennek a prosperitásnak nem igazán geopolitikai, sokkal inkább szellemi alapjai vannak. Tehát az európai prosperitás az tulajdonképpen az európai szellemiségben Keletkezett meg. Egyébként ez már csak azért is nagyon így van, mert amikor Európa még csak kibontakozóban volt, és kis közép-európai államok szorványaiból állt össze, kis középkori, bocsánat, államoknak a szorványaiból állt össze, a török birodalom, Kína már akkor sokkal hatalmasabb volt. És mégis az a fajta prosperitási szemlélet és az európai filozófiák sokasága Európát emelték végül föl, ami a jólétet, ami a, a gazdasági prosperitást illeti. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Európa nagyon rosszul tenni, ha beszállna ebbe a konfliktusba, és megpróbálna valami domináns szerepet ebben kialakítani. Nincs benne? Hát olyan szempontból alárendelt szinten benne van, bár egyébként ez is nagyon érdekes, mert akárcsak ha Európa és a NATO viszonyát tekintjük, és a NATO valamint Oroszország viszonyát tekintjük, Ugye ebben sem egységes a dolog. Például a magyar ellenzék nagyon sokszor úgy tünteti fel, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontokat a NATO-n belül, mint egy különutas álláspontot kizárólag Magyarország képviseli. Jelezném, Belgium körülbelül ugyanazon az állásponton van, mint Magyarország. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a védelmi költségek Európában borzasztóan picik a nato belül az Egyesült Államok védelmi költségeihez képest. Ez egyébként klasszikusan úgy alakult, hogyha a NATO biztonságpolitikáját veszük alapul, hogy az Egyesült Államok ezeknek a költségeknek az oroszlán részét magára vállalta, de ezzel megvásárolta magának a katonapolitikai dominanciát, és nem túl meglepő módon az így felszabadult védelmi kiadásokat a biztonságpolitika területén az európai országok a titkosszolgálati tevékenységnek a finanszírozására fordították. Ezért van az, hogy egyébként a francia vagy a brit titkos szolgálati működés és az abból fakadó ugye, információszerzés, hírszerzés borzasztóan erős. És ezek a kiadások, amik az USA-nál megképeződtek, mint pénzügyi veszteségek, ezek kifizetődésre kerültek ugye a geopolitikai dominancia területén. De az európai országok ezt egyébként az előnyükre is fordíthatják, hiszen ez felszabadult és felszabaduló pénzügyi forrásokat jelent. Most, ha az európai országok túlterhelik magukat katonapolitikai kiadásokkal, sajnos ennek látjuk a jeleit, az megint oda vissza amit főszerkesztő úr kérdezett, hogy ez a németországi recessziós várakozások, az európai, összeurópai gazdasági recessziónak a várakozásai. Ezek egy egyébként is terhelt helyzetben plusz kiadásokat tudnak elvonni a gazdaságból. Hát akkor, hogyha ott kezdtük ezt az órát, hogy az Egyesült Államokban a politika társadalmi költségei és a katonapolitikai költségek azok hogyan korrelálnak, akkor zárjuk ide európai szinten a politika társadalmi költségeivel foglalkoznak még Európában, vagy már itt is átvette a szerepet a katonapolitikai, védelempolitikai szempont? Hát most ugyanazt ugyan kérdezi főszerkesztő úr, ami, amit az előbb feszegettünk, nem eredményt, folyamatot látunk, de sajnos abba az irányba hat, hogy Elvárások szintjén ez jelentkezik például a, a NATO-n belül is, bár ugye ez még nagyon enyhén, tehát itt még mi mindig nagyon keveset költünk az USA-hoz képest, de nyilván a háborús helyzetben egyfajta emelkedő tendencia várható. Másik részről az európai politikában megképeződött az, éppként úgy fest, hogy bizonyos országokban, ország nagyon jó példa, tömegbázissal bíró igény, hogy a katonaságot az orosz fenyegetettséggel szemben fejleszteni. Ebben messze nem egységes Európa. Szerintem nagyjából úgy oszlik meg a politikai akarat, amennyire a történelmi tapasztalatok nyomán az adott ország fenyegetve érzi magát az orosz expanziótól. Érthető okokból az egész történelmét figyelembe véve Lengyelország itt nyilván élen jár, Ö, Románia is egy, egy ilyen szempontból Történelmileg terhelt és az orosz érdekektől fenyegetett terület, de látjuk azt, hogy például, ha a magyar lakosság közvéleményét vesszük alapul, nálunk nyugatabbra fekvő országokét nem biztos, hogy annyira jó ötletnek tartják a katonapolitikai és egyáltalán a hadügyi fejlesztéseknek, a minden költséget megkeletkeztető és kiszélesedő dimenzióját. Ezt azonban nem mi fogjuk eldönteni, hanem itt már majd a történelem dönt, hiszen elképzelhető olyan helyzet, hogy ez szükségesé válik. Miért van ez így? Mert a katonapolitikai egyensúly tekintetében, ha az egyik ország fejleszt, akkor a környező országoknak is fejleszteniük kell annak érdekében, hogy az, egyesült fe, vagy az egyensúly fennmaradjon. Tehát nem biztos, hogy ebből Magyarország is ki tud maradni, vagy a környező országok ki tudnak maradni, hiszen ebben a tekintetben egyfajta balanszírozott gondolkodásra van szükség. És ugye a katonapolitikai státuszt azt sohasem úgy mérjük, hogy abszolút számokban, hanem összemérve relatív erőben ugye a környezetünk katonai erejéhez. Hát ha ebből indulunk ki, akkor biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező évek azért arról fognak szólni, hogy az egyes költségvetéseknek figyelembe kell venniük, a katonai fejlesztéseket, és ezek bizony forrás elvonó hatással vannak más ö, társadalmi céloktól, ahonnan el kell vonni ezt a forrást, hogy a haderő fejlesztésére az állam odafordíthassa. Akkor ezt a mondatát felhasználom arra, hogy a magyar röggel zárjuk a beszélgetésünket minden értelemben. Ezekben a napokban születik meg a 2024-es magyar költségvetés. A mindezek ellenére ami most végigmentünk az elmúlt egy órában, az Egyesült Államok gazdasági nehézségei, Németország gazdasági nehézségei, Európa előtt álló gazdasági természetű kihívások, és így tovább. A, magyar költségvetés ugyanúgy tudja tartalmazni a családpolitikai intézkedések fenntartását, a rezsicsökkentés fenntartását, és így tovább. Betyűrűzhet akár csak a német defláció Magyarországra? Olyan szempontból begyűrűzhet, hogy nyitott gazdaságként simán magunkra húzhatjuk az európai problémákat. Én Magyarországnál egy komparatív előnyt látok. A világ többi és tulajdonképpen az ő helyzetüket tekintve meghatározó gazdaságilag domináns országaihoz képest, mondjuk ugye mi kicsik vagyunk, de szerintem az elmúlt évek gazdaságpolitikája az nagyon-nagyon ügyesen ö, mérsékelt keretek között tartotta a magyar eladósodottságot. Ugye ez a GDP arányosan 74 százalék körüli magyar államadósság, ez ráadásul egyelőre szerkezetében sem rossz, mert sikerült belőle kipurgálni ezeket a külső kitettséget jelentő deviza alapú adósságokat. Így tehát ideig, óráig, de ez akár hosszú éveket is jelenthet, a magyar gazdaságnak még van mozgástere forrásokhoz jutni. Ha máshonnan nem, de erről beszélni se szeretek, mert nem kívánom, hogy így legyen, akkor akár még drágább hitelek formájában, Európán kívüli, exotikusabb forrásokból. De ne ebből induljunk ki. Én továbbra is azt gondolom, hogy az Európai Unióval való megegyezésre és az európai forrásokra kell törekedni, de, de azért azt látni kell, hogy amennyiben most az amerikai összeomlás, bár ezt azért tisztáztuk, hogy mit értünk alatta, lényegében napokban mérhető pénzügyileg, a magyar összeomlás, hogyha ilyen negatívan alakulnának a folyamatok, még így is több évre lenne. Tehát én úgy satszolom, hogy három-négy évre lenne. De hát ezzel most olyan képeket idézünk meg, amivel nem szívesen zárnám a beszélgetést, és nem is igazából erre kell törekedni, nekünk a megegyezésre kell törekedni, nekünk az Európai Uniós forrásoknak a racionális felhasználására, de ehhez előbb-utóbb hozzájutásra kell törekedni. Szóval arra a kérdése, hogy a német adatok begyűrűzhetnek át, persze, hogy begyűrűzhetnek, de a magyar gazdaságnak még vannak védelmi vonalai.